Az állatvilág evolúciójának kezdetei. Az állatvilág evolúciójának megértéséhez fontos visszatekinteni a korai gondolkodásra és az első tudományos elméletekre, amelyek a fajok változatlanságát hangsúlyozták. A korai időkben sokan úgy vélték, hogy a Földünket benépesítő élőlények sokasága már a teremtés óta változatlan formában létezik. Az 1700-as évek közepén James Asher érsek volt az, aki megpróbálta meghatározni a Biblia alapján a teremtés pontos idejét, és úgy vélte, hogy a világ időszámításunk előtt 1754. október 23-án jött létre. Az efféle elképzelések a természet állandóságát, valamint a fajok változatlanságát hirdették, kizárva a fejlődés és az evolúció lehetőségét, Azonban a 18. század végére és a 19. század elejére az ősmaradványok vizsgálata új távlatokat nyitott a természettudományokban. A foszíliák felfedezése azt mutatta, hogy a múltban léteztek olyan élőlények, amelyek ma már nem találhatók meg a Földön. Georges Cuvier Báró, a kor kiemelkedő tudósa, a természetes kihalás fogalmát vezette be, Felismerve, hogy bizonyos fajok eltűnése nem csupán véletlen, hanem a természet folyamatos átalakulásának része, az ősmaradványok vizsgálatának alapjain megfogalmazódott az evolúció fogalma, amely szerint az élőlények állandó változáson mennek keresztül, alkalmazkodva a környezetük változásaihoz. Az első komolyabb lépések az evolúciós elmélet kidolgozásában a fosszilis bizonyítékok elemzésével kezdődtek, a tudósok felfedezték, hogy egyes állatok csontvázai és szervezeti felépítései erősen hasonlítanak más, már kihalt fajokéra. A különböző rétegekben talált maradványok alapján arra következtettek, hogy az élővilág nem statikus, hanem idővel átalakul. Ez volt az első lépés az állatok evolúciójának megértése felé, és ezzel egy időben a teremtéstörténeteket is megkérdőjelezték. Az emberek fokozatosan elfogadták, hogy az élőlények sokfélesége nem egyetlen teremtési esemény következménye, hanem egy hosszú fejlődési folyamat eredménye. A 19. század elején Charles Darwin és Alfred Russell Wallace, két brit természettudós, párhuzamosan fejlesztette ki az evolúció elméletét, amely később az élettudományának alapja lett. Darwin híres utazása a Beagle nevű hajón az 1830-as években új megfigyelésekkel és bizonyítékokkal szolgált, amelyek alátámasztották az evolúciós változásokat. A Galápagos szigeteken végzett kutatásai során észrevette, hogy a szigetek különböző madárfajai alkalmazkodtak saját környezetükhöz, és apró különbségeket mutattak a csőrük formájában, ez volt az a felismerés, amely a természetes szelekció elméletének megalkotásához vezetett. A természetes szelekció elmélete szerint az élőlények folyamatosan változnak, és ezek a változások generációkon keresztül öröklődnek, azok a tulajdonságok, amelyek segítik az élőlények túlélését egy adott környezetben, nagyobb valószínűséggel maradnak fenn. Ezzel szemben a kedvezőtlen tulajdonságokkal rendelkező egyedek kisebb eséllyel élik túl, és ezek a tulajdonságok fokozatosan eltűnnek a populációból. Darwin felismerte, hogy az élőlények sokfélesége és változatossága nem véletlen, hanem a természetes kiválasztódás eredménye, amely az evolúció motorjaként működik. A természetes szelekció gondolata forradalmi volt, és sok tudós kezdetben szkeptikus maradt. Az evolúciós elmélet elfogadása nem volt egyszerű, mivel az ellentmondott a korvallási és kulturális nézeteinek. Azonban a fosszíliák, a fajok földrajzi eloszlása és a genetikai kutatások együttesen megerősítették az elmélet érvényességét, a természetes szelekció elmélete ma már az evolúció megértésének alapja, és segít magyarázatot találni arra, hogyan fejlődtek ki az állatvilág különböző fajai a Földön, az állatvilág alkalmazkodása és a természetes szelekció szerepe az evolúció folyamatának megértéséhez elengedhetetlen az alkalmazkodás jelenségének vizsgálata, amely az élőlények túlélésének egyik legfontosabb kulcsa. Az alkalmazkodás azt jelenti, hogy az élőlények olyan fizikai vagy viselkedési tulajdonságokat fejlesztenek ki, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy hatékonyabban éljenek túl egy adott környezetben. Ez a folyamat nem történik meg egyik napról a másikra hanem generációkon keresztül zajlik, miközben a természetes szelekció irányítja. A természetes szelekció során azok az egyedek maradnak életben, amelyek a legjobban alkalmazkodnak környezetükhöz, míg a kevésbé alkalmazkodók fokozatosan kiszorulnak a populációból. Az alkalmazkodás egyik legismertebb példája a rovarok és a növények közötti kölcsönhatás. A növények különféle védekezési mechanizmusokat fejlesztenek ki, mint például a mérgező vegyületek termelése, hogy távol tartsák a rovarokat. Ezzel szemben a rovarok is alkalmazkodnak ezekhez a védekezésekhez, kifejlesztve ellenálló képességet a mérgek ellen. Ez az úgynevezett koevolúció jelensége, ahol két különböző faj fejlődése kölcsönösen hat egymásra. Az alkalmazkodás folyamatos küzdelmet jelent, amely során az élőlények új stratégiákat alakítanak ki a túlélés érdekében. Egy másik klasszikus példa az ipari melanizmus jelensége, amelyet a 19. század végén figyeltek meg Angliában. Az ipari forradalom alatt a levegő szennyezettsége megnövekedett, és a fák kérgét vastag koromréteg borította be, az eredetileg világos színű lepkék, amelyek jól rejtőztek a világos fakérgen, hirtelen feltűnővé váltak, és könnyebben zsákmányul estek a ragadozóknak. Ezzel szemben a sötétebb színű lepkék előnyösebb helyzetbe kerültek, mivel jobban beleolvadtak az új környezetbe. Az ipari melanizmus, az evolúció és az alkalmazkodás egyik leggyorsabb példája volt, amely jól mutatta, hogy a természetes szelekció milyen hatással van a populációk összetételére. A fajok közötti verseny szintén fontos szerepet játszik az evolúcióban, az egyes élőlények versengenek az erőforrásokért, mint például az élelem, a víz vagy a terület. Azok az egyedek, amelyek hatékonyabban képesek megszerezni ezeket az erőforrásokat, nagyobb eséllyel élik túl és szaporodnak tovább, míg a kevésbé sikeres egyedek fokozatosan eltűnnek. Ez a verseny állandó nyomást gyakorol a populációkra, ami új alkalmazkodási formák és tulajdonságok kialakulásához vezet. Az alkalmazkodás folyamatában tehát a verseny kulcsfontosságú tényező, amely az élőlények folyamatos fejlődését ösztönzi. A természetes szelekció és az alkalmazkodás közötti kapcsolat legjobban a speciális élőhelyeken figyelhető meg, ahol az élőlények rendkívüli módon specializálódtak. A sivatagokban élő állatok például különleges tulajdonságokat fejlesztettek ki, hogy elviseljék a szélsőséges hőséget és a vízhiányt, egyes hüllők képesek visszatartani a vizet testükben, míg más állatok éjszakai életmódot folytatnak, hogy elkerüljék a nappali forróságot. Az ilyen alkalmazkodási mechanizmusok segítenek az élőlényeknek túlélni olyan környezetekben is, amelyek látszólag kedvezőtlenek az élet számára. Az alkalmazkodás folyamata azonban nem mindig tökéletes. Bizonyos esetekben az élőlények túl specializálódnak, ami a környezet hirtelen megváltozása esetén hátrányt jelenthet. Ha például egy állat kizárólag egy bizonyos növényfajjal táplálkozik, és ez a növény eltűnik, az állat is veszélybe kerülhet. Az alkalmazkodás tehát egy folyamatos egyensúlyozás a specializáció és a rugalmasság között. A természetes szelekció során azok az egyedek maradnak fenn, amelyek megtalálják ezt az egyensúlyt. És képesek alkalmazkodni a változó környezeti feltételekhez, az evolúció bizonyítékai, fosszíliák és genetikai nyomok. Az evolúció elméletének alátámasztásához számos bizonyíték áll rendelkezésre, amelyek közül az egyik legfontosabbak a fosszíliák. A fosszíliák az ősi élőlények megkövesedett maradványai, amelyek lehetővé teszik a múltbeli életformák vizsgálatát, a fosszilis leletek alapján a tudósok képesek rekonstruálni az élőlények fejlődés történetét és megérteni, hogyan változott az állatvilág az idők során. A rétegtani vizsgálatok során a különböző föltörténeti korokból származó fosszíliák felfedezése arra enged következtetni, hogy az élővilág nem állandó, hanem folyamatos átalakulásban van. A 19. század végén és a 20. század elején a fosszilis leletek vizsgálata forradalmasította a biológiát. Olyan fajok maradványait találták meg, amelyek ma már nem léteznek, például a dinoszauruszok csontvázait. Ezek a leletek azt mutatják, hogy az állatvilág hatalmas változásokon ment keresztül a földtörténet során. A dinoszauruszok kihalása, amely körülbelül 65 millió évvel ezelőtt történt, csak egy példa a számos nagy kihalási esemény közül, amelyek jelentős mértékben átalakították a föld élővilágát. Az ilyen katasztrófák után a megmaradt fajok gyorsan alkalmazkodtak az új körülményekhez, ami új evolúciós irányokat eredményezett. A fosszíliák mellett a genetikai kutatások is jelentős szerepet játszanak az evolúció bizonyítékainak megerősítésében. A genetikai kód, amely minden élőlény örökítő anyagát tartalmazza, képes megőrizni az evolúciós változások nyomait, az örökítőanyag elemzése lehetővé teszi a tudósok számára, hogy megállapítsák a különböző fajok közötti rokonsági kapcsolatokat, például az emberek és a csimpánzok genetikai kódja több mint 98%-ban megegyezik, ami azt jelzi, hogy közös őstől származnak. A genetikai kutatások segítségével a tudósok rekonstruálni tudják az evolúciós családfát, és megértik, hogyan fejlődtek ki a különböző fajok, az evolúció genetikai bizonyítékai közé tartozik a mutációk szerepe is. A mutációk az örökítő anyagban bekövetkező véletlenszerű változások, amelyek új tulajdonságok megjelenéséhez vezethetnek, bár a legtöbb mutáció semleges vagy káros, bizonyos esetekben előnyös lehet az élőlény számára, és elősegítheti a túlélést egy változó környezetben. A természetes szelekció révén az előnyös mutációk fennmaradnak és tovább öröklődnek, míg a hátrányos mutációk fokozatosan eltűnnek a populációból. A mutációk tehát az evolúció motorját képezik, mivel új genetikai variációkat hoznak létre, amelyek lehetővé teszik az élőlények alkalmazkodását. A genetikai kutatások mellett az összehasonlító anatómia is fontos bizonyítéka az evolúciónak. Az összehasonlító anatómia azt vizsgálja, hogy a különböző fajok testfelépítése milyen hasonlóságokat mutat. Például az emlősök végtagcsontjai, mint a denevérek szárnya, a delfinek uszonya és az emberek karjai ugyanazokból a csontokból épülnek fel, bár ezek a csontok különböző formákat öltöttek az egyes fajok életmódjához való alkalmazkodás során. Ezek a hasonlóságok arra utalnak, hogy a különböző emlősfajok közös őstől származnak, és az evolúció során különböző irányokba fejlődtek, az evolúció bizonyítékainak egy másik típusa az élőlények fejlődési mintázatában rejlik. A fejlődés biológia azt mutatja, hogy az embriók korai szakaszai sokfaj esetében hasonlóak, ami azt jelzi, hogy közös evolúciós eredetre vezethetők vissza. Az embriók fejlődése során olyan tulajdonságok is megjelenhetnek, amelyek a felnőtt egyedekben már nem találhatók meg, például a halakhoz hasonló kopoltűrések az emberi embrióban, ezek az átmeneti tulajdonságok és az evolúció nyomait őrzik, és segítenek megérteni az élőlények közötti kapcsolatokat. Az evolúció folyamatos folyamata és a jövő kérdései. Az evolúció nem egy lezárt folyamat, hanem egy folyamatosan zajló jelenség, amely ma is formálja a Föld élővilágát. Az állatvilág evolúciójának megértése. Nem csupán a múlt eseményeinek vizsgálatára korlátozódik, hanem a jelenlegi változások és a jövő lehetséges irányainak elemzésére is szükség van. Az élőlények fejlődése jelenleg is zajlik, akár a természetes szelekció, akár az emberi beavatkozás révén, az emberi tevékenység, mint például az ipari szennyezés, a klímaváltozás és az élőhelyek pusztítása. Új kihívásokat teremt az állatvilág számára, amelyekre az élőlényeknek alkalmazkodniuk kell. Az emberi tevékenység által kiváltott környezeti változások hatásai jól megfigyelhetők a mai állatvilágban. Például a városi környezethez alkalmazkodó madarak egyre gyakrabban változtatják meg viselkedésüket, hogy túléljenek az ember által dominált területeken. Egyes madarak megtanulták, hogyan használják a városi hulladékot táplálékforrásként. Míg mások változtatnak éneklési szokásaikon, hogy elnyomják a városi zajt, az ilyen viselkedésbeli alkalmazkodások azt mutatják, hogy az élőlények képesek gyorsan reagálni a környezet változásaira, és az evolúció folyamata felgyorsulhat a hirtelen bekövetkező változások hatására. A globális klímaváltozás az egyik legjelentősebb tényező, amely befolyásolja az állatvilág evolúcióját. A hőmérséklet emelkedése és a szélsőséges időjárási jelenségek egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az élőlényekre, ami új alkalmazkodási formákat eredményezhet. Például a hideg éghajlaton élő állatok, mint a jeges medvék, egyre inkább szembesülnek az élőhelyük zsugorodásával, ami arra kényszeríti őket, hogy új táplálékforrásokat keressenek. Az ilyen változások új evolúciós utakat nyithatnak meg, Azonban sok faj nem képes elég gyorsan alkalmazkodni, és kihalással fenyegeti őket a gyors környezeti átalakulás. Az ember által előidézett genetikai módosítások is komoly kérdéseket vetnek fel az evolúció jövőjével kapcsolatban. A géntechnológia fejlődése lehetővé tette, hogy az emberek közvetlenül beavatkozzanak az élőlények genetikai állományába, új tulajdonságokat hozva létre, amelyek természetes körülmények között. Nem fordulnának elő. Az ilyen beavatkozások, mint a génszerkesztés és a mesterséges szelekció potenciálisan felgyorsíthatják az evolúció folyamatát, és új irányokat adhatnak az állatvilág fejlődésének. Azonban ezek a beavatkozások etikai kérdéseket is felvetnek, hiszen nem tudjuk pontosan megjósolni, milyen hosszú távú hatásai lehetnek az ökoszisztémákra és a fajok közötti kapcsolatokra. Az evolúció folyamata tehát összetett és több tényezőtől függ beleértve a genetikai variációkat, a természetes szelekció hatását és az emberi beavatkozásokat, a jövő evolúciójának előrejelzése kihívást jelent, hiszen számos ismeretlen tényező befolyásolja, hogy milyen irányban fejlődnek majd tovább az élőlények. Azonban az már most is látható, hogy az emberi hatás soha nem látott mértékben befolyásolja az evolúció ütemét és irányát, a technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia megjelenése tovább bonyolítja az evolúció jövőjének kérdését. Elképzelhető, hogy a jövőben az ember képes lesz teljes mértékben irányítani az evolúciós folyamatokat, mesterségesen létrehozva új fajokat vagy akár teljesen átalakítva meglévőket. Az ilyen beavatkozások azonban kiszámíthatatlan következményekkel járhatnak, és alapjaiban változtathatják meg az élet természetét a Földön. Az evolúció ilyen irányú irányítása komoly etikai dilemmákat vet fel, és arra kényszeríti az emberiséget, hogy újraértékelje a természethez fűződő viszonyát. Köszönöm a figyelmed! Ha tetszett a videó és szeretnéd támogatni a munkám, ne felejts el feliratkozni, lájkolni, és fontold meg a csatornatagságot is. Ezekkel a kis lépésekkel te is hozzájárulsz ahhoz, hogy több hasonló tartalom születhessen. Kérlek, tekints meg a kófi linket a videó leírásában. Köszönöm a támogatásod!